A legkisebbek testközelből ismerkedhettek meg a lovakkal, a négylábú állatokkal kocsikázni is lehetett szombaton. A szervezők délután a sporttal, sorversenyekkel és főzőversennyel is készültek. 13-an leszünk, előre jelezve így van. Hát lecsót főzünk, paprika, paradicsom, szalonna, kolbász, a legvégén kerül bele rizs. A Lovas Egyesület tagjai most először szerveztek családi napot a helyi pályán. A cél az volt, hogy a pandémia miatt kihagyott együtt tölthető időt pótolják. Csizmadobó verseny, szekérhúzó verseny, tehát egy ilyen falunap jellegű kis ilyen családi összejövetelt szeretünk volna abból az egészből kihozni, természetesen lovakkal egybekötve. Mözsön azt tervezik, hogy a lovas családi napból hagyományt teremtenek.